Szeretettel üdvözlök mindenkit, minden irodalomkedvelőt, aki velünk tölti a mai délután. Tisztelettel köszöntöm a felkészült szavalókat, verselőket, a műsorban aktívan résztvevőket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm díszvendégünket, Kinder Ferenc tanárurat, többszörös aranydíjas szavaló verselőt, aki mind már többször, most is színesíti a műsorunkat. 1964. április 11-én ünnepelték először a Költészek napját. Ez József Attila születésnapja is egyben. Azóta hazánkban minden évben ezen a napon tisztelgünk a költészek oltára előtt versekkel, versezzel és műsorral egyaránt. Kosztolányi Dezső így írt: hiszek a költészek öncélúságában, abban, hogy a versek, regények, más semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy szép legyen. Kívánom, hogy hassa át a mai délután a kultúra és a poétikus átszellemülés hangulata. Kellemes időtöltést kívánok mindnyájunknak! Köszönöm szépen!